Sziasztok! Ez itt a Kutyinfo Podcast új része. Én Láng Dávid vagyok, és Domán Dániellel fogok beszélgetni, aki Egerben indul polgármester jelöltként és listavezetőként a Kutyapárt támogatásával. Szia, Dani! Szia, Dávid! Üdvözlök mindenkit, aki hallgatja ezt a részt. Kezdjük azzal először is, hogy mi történt Tarjáni Kristóffal. Ugye eredetileg ő volt a Kutyapárt által támogatott polgármester jelölt a városban, aztán rejtélyes körülmények között bejelentette a visszalépését a te javadra. Mi állt e mögött? Igen, Tarjáni Kristóffal nem olyan régi a kapcsolatunk. Valószínű, hogy június 10-én, vagy azután többet el tud árulni, hogy miért lépett vissza. Megmondom őszintén, nem olyan jó a viszonyunk emiatt, de ezt a részét meg tudtuk beszélni, hogy én valószínű alkalmasabb vagyok itt Egerben a polgármesteri jelöltségre. Tartok attól egy picit, hogy okoz még zavart a következő hónapban, meglátjuk. Mennyire tartod őt merev figurának? Nagyon. Mostanában főleg, de azóta, mióta visszalépett, eléggé megmerevedett, igen. Bízunk benne akkor, hogy nem lesz ebből további konfliktus a hátralévő hetekben a kampány során. Reméljük, igen. Hogyan kerültél te a képbe? Ugye te újságíró vagy. Alapvetően mikor kezdtél politikával foglalkozni, és miért döntötted el, hogy elindulsz a polgármesterségért? Hú, ez az újságírós dolog. 2022. februárja óta nem vagyok hivatalosan újságíró, én nem is neveztem magamat mindig annak, inkább közírónak. Eléggé nagy autonomitást élveztem itt a helyi újságnál, az egriügyek.hu hírportálnál. Azelőtt is foglalkoztam már közügyekkel, lényegében ez eléggé 10 éves koromra vetíthető vissza, vagy kanyarodhatunk oda, ahogy hát egy átfordult társadalom kritikából inkább társadalom alakításba, és ahogy elkezdtem dolgozni jó néhány évvel ezelőtt önkormányzati cégeknél, intézményeknél, úgy egyre jobban láttam bele a helyi viszonyokba is, és az országos viszonyokba is, és hát oda kerekedett a dolog, hogy egyszerűen ráéreztem az ízére, egy elég hosszú projekt során, nevezetesen az Európa Kulturális Fővárosa pályázat, amire annak idején Eger jelentkezett. Én erősen részt vettem itt a filmes szekcióban, én alapvetően filmkészítő, média szakember nevezzük, ahogy akarjuk, én alapvetően ez vagyok, és ezzel foglalkoztam. Ott láttam, hogy a politika az teljesen megmérgezi ezt a nagy lehetőségekkel kecsegtető projektet. Hát akkor még így naívan gondoltam rá, és én ha jól emlékszem, ez indított el olyan, azon a pályán, hogy ténylegesen foglalkozzak vele, és hogy jó dolgokat csináljak. De hát akkor még nem alakult ez ki, hogy én egy időközi választáson induljak, főleg nem, hogy polgármesternek jelöltessem magam itt 2024-ben. Összeadódnak ezek az impulzusok, az események, én szerintem ezek formálják az embert, és arra jöttem rá, hogy Isten igazából minden részét szeretem csinálni, és még belül mindig a naív gyermek vagyok, hogy lehet jókat csinálni. Igaz, Magyarországon a körülmények nem a legalkalmasabbak erre, de ezt soha nem szem előtt elveszítve én e szerint megyek tovább. Na de mégis azt is nyilatkoztat korábban, hogy sok más emberhez hasonlóan te is 2019-ben eléggé bíztál abban, amikor Mirkocki Ádám vezette szövetség, megnyerte a választást, hogy most majd valamennyire jó irányba fordulnak a dolgok. Te mikor csalódtál, mi volt az a pont, amikor rájöttél, hogy igazából nem sok minden változott? Eléggé korán, és szerintem az egriek legjava ugyanígy felfedezte ezt a jelenséget. Ahogy Mirkocki Ádámot és a csapatát 19. októberében megválasztották, megjegyszem, sokak orrbefogva húzták rá az X-et, egyszerűen változást akartak. Ez 2020 elején, amikor az első járvány, az első hullám bekövetkezett, akkor ugye hoztak egy olyan rendeletet, hogy gyakorlatilag a polgármesterek a településeken egy személyben irányíthatnak. Hát ekkor már történtek gondok, nemhogy magában a városnak az elvezetésében, hanem itt a Mirkocki Ádámnak a korábbi szövetségesei is adtak hangot a nem tetszésüknek, ami végső soron az derült ki itt ebből az egészből, hogy Mirkocki Ádám polgármesternek igazából
ez volt a fénykora, ezt szerette a leginkább, hogy nem kellenek testületi döntések, nem kellenek többségi döntések és határozatok, ő így szereti vezetni ezt a várost az ő kénye, kedve és akarata szerint, és aki ennek ellenszegül, vagy esetleg más véleménye van, az azt meghurcolja, kritizálja, vagy nyilvánosan elítéri, nevezhetjük akárhogy, és ez gyakorlatilag a mai napig tart, csak hát most már ugye rendesen ülésezik a testület, és vannak potentátok, jelentkezők, akik úgy gondolják, hogy jobban el tudnák vezetni ezt a várost, és ezt az elmúlt 5 évet, amit ő elpazarolt itt meg annyi lehetőséggel, azt szeretnék bepótolni. Legalábbis én így gondolom, a többiekről nem tudok így véleményt alkotni. És mondjuk a sok dolog közül, ami szerinted rossz irányba változott, mi adott neked konkrét lökést ahhoz, hogy elindulj először az időközi választáson, egy egyéni körzetben 2022-ben, és utána pedig ahhoz, hogy most a polgármesteri címért is harcba szállj? Amikor én újságíró vagy újságírással kezdtem el foglalkozni, akkor óhatatlanul közel kerültem itt a helyi politikusokhoz. Hát inkább az úgynevezett ellenzéki részhez, és ahogy csináltam riportokat, anyagokat, mindenféle dokumentációkat, és hát azért egy kisvárosról beszélünk, de hát itt ezek az emberek nem feltétlenül vadidegen emberek. Közel kerültem hozzájuk, és úgy gondolták egy szép napon, hogy a 2022-es országgyűlési választások idejére fel akarnak kérni kampányfőnöknek. Én ezt élből elutasítottam, mert már akkor rossz érzéseim voltak úgy egyáltalán azzal a csapattal, ami ott kezdett formálódni. A helyi jelölttel sem voltam teljesen megelégedve, igazából ő volt az a képviselő, akinek a helyére jelentkeztem az időközi választáson, de hát ő egy mezői képviselő volt, lemondott. Milyen párti? Hát, de az ellenzéki összefogásnak a része volt, és a DK támogatta. És lényegében itt, hát hogy mondjam, itt történt az, hogy közeledvén április 3-ához egyre sötétebb felhők, egyre vészjóslóbb jelek jöttek, amitől én lépésről lépésre távolodtam el, és egyszerűen nem akartam ebben a kétoldalú bohózatban meg cirkuszban részt venni semmilyen szinten. Persze az eseményekről írogattam, akkor meglátásaim voltak, de már kezdtem elengedni ezt a történetet. Hogy mondjam, ez a politika csinálás, és ami itt Egerben az elmúlt években történt, leginkább az egrieknek a hátrányára mondhatni, inkább gyomorforgató, mint sem jó, vagy hasznos lehetett volna. És egyszerűen, hogy mondjam, beakadt ez a történet, de hát ott megnyílt egy lehetőség, hogyha én nem találok, nem találok egy ilyen lehetőséget, alternatívát, akire szavazni lehet, és annyit beszélek, és annyit kritizálok, és annyit mondom a dolgokat, hogy lehetne jobban csinálni, akkor szerintem itt az idő bejelentkezni erre a pozícióra, és megmutatni, hogy lehet ezt másképpen is. Ugye Egerben már eléggé kaotikus lett a politikai helyzete, és több kampányvideódban fogalmaztál úgy, hogy az egyetlen polgármester jelölt vagy, aki nem fideszes, ami hogy azért elég meglepően hathat így laikusok és a helyi helyzettel nem képben lévők számára. Segítesz ezt kicsit szétszálazni, mondjuk akár úgy, hogy menjünk végig a jelölteken egyenként? Jó, hát akkor kezdjük ott, hogy mindennek az origója az, hogy ugye Mirkóczki Ádám az ellenzéki pártok segítségével jutott a polgármesteri székbe. Ezt a segítséget, vagy ezt a bizalmat, amit az egriek megszavaztak neki, ezt a jól emlékszem 2021 derekán ezt megtagadta, és úgy nyilatkozott, hogy ő nem az ellenzéknek a része. Innentől kezdve sokaknak felnyílt a szeme, hogy akkor mégis mit akar Mirkóczki Ádám, és úgymond hova tartozik, mit szeretne, és elkezdte nyomni ezt a sületlen szöveget, hogy ő csak az egriek érdekében akar itt politizálni, vagy város vezetni, és nem érdekli semmilyen párt, holott igazából ő az a személy, aki a legerősebb és a legbefolyásosabb kapcsolatokkal rendelkezik a pártközpontoknál, meg a pártvezetőknél. Ezt meglátszottam ugye a 22-es választásoknál is, de hát igencsak belenyúlt ebbe a választásba is. Nagy részében, vagy nem mondom azt, hogy a nagy részében, de részben neki köszönhető az,
illetve az ellenzéki pártoknak a dilettánsága miatt, hogy itt 22. április 3-án irdatlan nagy bukta lett az ellenzék számára ez a választás. És hát jöttek ilyen mendemondák, hogy ő igazából a Fideszhez közeledik. Én nem azt mondom, hogy én nem így láttam, vagy nem így fogalmaznék inkább. Ő inkább lehetőséget látott abban, hogy a helyi NER oligarchákkal és itt a helyi üzletemberekkel együttműködjön, és utat nyisson különböző beruházásoknál és ilyen túlárazott közbeszerzéseknél, de hát egy jó nexust alakított ki. És erre mondom azt, hogy igazából semmi se változott 2019. októberre óta, de azért most már az egriek legjava, vagy az egriek legjavához lecsorgott az, hogy ő igenis a helyi Fidesznek, vagy a NER-nek az igazán jó katonája és kiszolgálója, és ez nagyjából tagadhatatlan. Amúgy a legutóbbi hangfelvétel, ami kikerült róla, ez erről beszél is, és ezt vissza is igazolja. Ugye ő most jelentkezik polgármesternek, egy ilyen viccegyesületnek a színébe, összeszedett 10 embert, ez leginkább a két hűtársából az alpolgármesteréből áll, és még nem tudom, a fele önkormányzati dolgozó, a másik felét meg én se ismerem, de hát ő mint egy jelölt, vagy az egyik jelölt van a porondon. Aztán a Fidesz színekben, de hát a Fidesz logóval rendelkező jelölt, az Wagner Ákos, akit igazából nem nagyon ismerünk így a közéletben, egy új szereplőnek számít. Elég későn találtam meg a Fidesz őt, mint jelöltet. Hát, de hogy mondjam, de hát egy tipikus, de hát én egy nagyon szürke egérnek látom, egy tipikus Fidesz jelölt, de hát ilyen nincsen új a nap alatt kategória. Aztán van itt egy úgymond érdekesebb figura Orajan Sándor nevében, aki korábban a Fidesz frakció vezető volt, illetve a volt országgyűlési képviselő Nyitrai Zsoltnak mondhatni a helyi embere, a korábbi fideszes polgármester Habis Lászlónak és csapatának a kampányfőnöke volt 19-ben. Hát velem nagyon megromlott a kapcsolat a helyi Fidesznek, így gyakorlatilag nem is tudom, már 3-4 felé tört ez a helyi kormánypárt. Ő alapított szintén egy ilyen viccegyesületet, amelybe sikerült szintén 10 embert összeszedni. Korábbi fideszeseket, haverokat, nem tudom, igazából lényegtelen, és ő mint harmadik polgármester jelölt a NER holdudvarából, ő jelentkezett be. Aztán itt van negyediknek a Mi Hazánk valószínű presztízsből állított egy listát, vagy jelölt egy polgármester jelöltet. Én úgy gondolom, hogy ők a következő egy hónapban nem sok vizet fognak zavarni, nagyjából arra számítanak, hogy az európai parlamenti választásnak a szavazatai lecsoroghatnak ide. Aztán van itt egy nagyon furcsa, hogy mondjam, kezdeményezés Orosz László névoja néven, aki amúgy ellenfelem volt, fideszes ellenfelem volt a 2022-es hajdúhegyi időközi választáson. Ő meglepetésszerűen, ő most független polgármester jelöltként, illetve képviselő jelöltként is benevezett, így most mi gyakorlatilag újrázunk itt a Hajdúhegyen, de hát itt az egyéni kő. Hivatalosan mi volt a magyarázat, hogy miért romlott meg a viszony a Fidesszel? Ezt igazából ők erről nem nagyon beszélnek, mi csak sejteni tudjuk, hogy itt vannak törésvonalak a mostani országgyűlési képviselő, a helyi választókerületi elnök és a korábbi országgyűlési képviselő között. Ez nevezetesen Pajtó Gábor az előző, és az utóbbi pedig Nyitrai Zsolt. Tehát gyakorlatilag az ő együttműködés képtelenségükre vezethető vissza, és mindent ezen a tengelyen kell vizsgálni. Hogyha le akarom egyszerűsíteni, akkor a nyitrai vonalat Orolyán Sándor erősíti, a Pajtók féle vonalat pedig Wagner Ákos és Mirkóczki Ádám. Hogy ide az Orosz Lászlóné ébolya, hát valószínű a KDNP részéről, de ezek a helyi lokálpatrióták, és a KDNP részéről lehet valami mozgás, mert itt azért nemrég volt egy ilyen Fidesz-KDNP csörte is, egy dilemma,
hogy az országban először a KDNP leszakadhat, de végül is aztán megkapta Wagner Ákos a KDNP logót. Tehát, hogy mondjam, ezek hatalomtechnikák, ami szerintem a meg ilyen belső harcnak a dinamikája, ami szerintem nagyon nem érdekel sokakat, és nagyon zavaró lehet a kormánypárti szavazóknak is. Nekem annyi lehet a szerencsém a későbbiekben, hogy ők folytatják, és megmutatják, hogy érdekes módon ők, mint kormánypárt jobban szét vannak esve, mint országosan az ellenzék, de hát tényleg az egri helyzet egy durva helyzet. Én amúgy úgy tippelem, hogy az Orosz László névbolya vissza fog lépni valamikor valakinek a javára a következő hónapban, de amúgy még lehet számítani ilyen visszalépésekre. Azt feltételezem, hogy a következő héten, két hétben a Fidesz valamit mérni fog, és ahogy megkapjuk ezeket a nyers adatokat, vagy megtudjuk ezeket a nyers adatokat, az szerint elkezdenek ezek a potentátok tárgyalgatni, beszélgetni, valamiféle koalíciós dolgot így a háttérben kieszkábálni, hogy nyilván a legtöbb szavazatot majd a kormánypárt, vagy az éppen neki kedvező fészek vigye a legtöbbet. És akkor van még itt egy független jelöltünk, Tarcsó József néven, akit, ha jól emlékszem, 2010-ben is már függetlenként próbált indulni. Hát ő most ilyen félcsapat, listát nem állítottak, ilyen félcsapatot állított össze korábbi két fideszesből, és egy korábbi jobbikos fiatal srácból, úgyhogy ők most négyen így együtt mozognak, és akkor hát az igazat megvalva a történelmi ellenzéknek sikerült a szocialista érából reaktiválni egy nyugodalmazott MSZP-s polgármester jelöltet, állítottak egy listát, akiket nem igazán látunk a városban mozogni, nem igazán kampányolnak. Én erre mondom azt, hogy lényegében én vagyok az egyetlen nem kormánypárti jelölt. Akkor a régi ellenzéket is inkább fideszesnek tartod, vagy Fideszhez közel állónak? A helyzet az, hogy közülük vannak olyanok, akik az elmúlt 5 évben bőségesen asszisztáltak Mirkóczki Ádámnak a hülyeségeihez és mindenféle intézkedéseihez, sőt, még egy-két ilyen, hogy mondjam, kisebb beruházás is lecsapódott náluk, gondolok itt a helyi MSZP-nek az elnökére. Igen, tehát voltak ilyen összefonódások, és én nem látom azt, hogy bármiféle erős konszenzus lenne abban, hogy ők Mirkóczki Ádámot leszeretnék váltani, vagy hát ezt mondják, hogy leszeretnék váltani, csak közben pedig nem mondják azt ki, vagy nem úgy viselkednek, hogy nekik igazából a fő vetélytársuk az a kormánypárt. És erre nem nagyon adnak választ. Mondom, egy nagyon gyenge, szinte nem létező jelenléttel bírnak eddig. Lehet, hogy a következő hetekben ez változni fog, én nem hiszem. Szóval ez a furcsa felállás. Ugye semmilyen együttműködés nincsen köztünk, és itt az igazat megvalva az elmúlt egy évben én igyekeztem egy ilyen helyi egyesületet, gyakorlatilag egy ilyen helyi pártot létrehozni olyan ellenzéki érzelmű szereplőkből, akiknek a fő célja nem az, hogy hétfőről kedre vagyonosodjanak, hanem tényleg tenni akarnak a városért, és mindegyik pártban vannak ilyen jószívű és tenni akaró emberek, egyszerűen a mai magyar közélet, a mai magyar politika nem az, hogy ezek az emberek vannak a frontvonalban, hanem pont ezek az értéktelen embereket rakják oda a színpadra szinte haveri alapon, a kádereket, meg a párfunkcionárusokat, akik igazából csak a központi direktívákat hajtják végre, és ezek a háttérben ragadt szellemi értékek, a szellemi tőke, tenni akaró emberek, fiatalok, így hoppon maradnak, és nem érzik azt, hogy változtatni tudnának, és végső soron amúgy elpárolognak a közéletből, amit én nagyon sajnálok. És én ezt az egyesületet próbáltam létrehozni, hát félig meddig sikerült, ez egy hosszú távú játék, itt van egy ilyen nagyon erős értékegyezés a kutyákkal, hogy én is a cselekvés alapú politikát tartom a legfontosabbnak, nem a lózungokat, nem a több tízmilliárdos beruházásokat, meg ilyen hülye ígérgetéseket, hanem az, hogy szépen tégláról téglára építsünk fel egy közösséget, vagy több közösséget, akik értékkel bírnak, és jó dolgokat cselekszenek, és lehet egy jobb önkormányzatot
létrehozni. Ilyen elébe is mentél a következő kérdésemnek, miszerint honnan a kapcsolatod a kutyapárttal? Hát a kutyákkal, itt a helyi kutyákkal az elmúlt évben gyakorlatilag egy szinkronban megismerkedtünk és részt vettünk néhány akción, vagy közösen szerveztünk néhány akciót, ami igazából totál ellentéte volt az az élmény, amit az OLLENZÉKKEL megéltem. És így összejöttek a dolgok, és ahogy én próbáltam ezt az egyesületet létrehozni, és már látszódott, hogy ez nem fog sikerülni, akkor elkezdtünk beszélgetni erről a kutyákkal, hogy tudnának ebben segíteni, hogy tudnának részt venni itt az EGRI kampányban. Gyakorlatilag ezt kibeszéltük néhány chips, meg néhány sör mellett, meg néhány patfestés között. És egy teljesen őszintén, egy teljesen hitelesen cseréltük itt az eszméket, meg a történeteket. És hát ez lett belőle, hogy csináltunk egy listát, és én itt hirtelen a polgármester jelölt lettem. De hát ilyen full bizalmi alapon és értékegyezések alapon, nevezetesen ugye a korrupció ellenesség, a hát ilyen urbanisztikai városfejlesztési dolgok, az átláthatóság. Én úgy gondolom, hogy ezeken a területeken a következő években is van mit tenni, sőt, gyakorlatilag itt van a legtöbb dolog, a legtöbb teendő, és ezekben a különböző kerületekben, városokban a kutyákkal tudunk jó gyakorlatokat cserélni, és tudunk együttműködni. Akik a csapatodban indulnak és a kampányodat segítik, ők mennyire a te embereid, az egyesületed tagjai, és mennyire a kutyapárt helyi passzivistái? Ilyen fele arányt mondanék. Ami azt illeti, hogy ezt most jó, pozitívan mondom, hogy jobban megmérgeztem őket a kelleténél, mert ők is belejöttek a dologba, komolyan kampányolnak, és komolyan jönnek, kopogtatnak, aláírásokat gyűjtöttek, plakátolunk, eseményeket szervezünk, és egyre jobban ismerik meg ezt a, hát nem túl szép EGRI közéletet, de azt is érzem, hogy ahogy én próbálom vezetni ezt a csapatot, úgy ők is hisznek abban, hogy lehetne többet tenni, és lehet másképpen csinálni. Jelöltek többsége komoly szakmai tudással és háttérrel rendelkezik a saját szakmájában, és ezek nem mind derültek ki az elején, hanem így utólag, és ezek a területek szerintem a későbbiekben nagyon sokat fognak jelenteni. Ha bejutnak, ha nem jutnak be, de hát én erre a csapatra úgy gondolok, hogy később is meg lesz, és hosszú távú munka, és tudjuk egymást segíteni ebben. Kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen Mirkocki Ádám arról beszél, hogy szándékosan nem ad át közérdekű adatokat egy újságírónak, és később a 444-nek megerősítette, hogy itt rólad beszélt. Mit szóltál ehhez, amikor ezt meghallottad, és mennyire lepett meg téged? Egyáltalán nem lepett meg, mert itt a több hónapos harc alatt, amit itt a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala miatt vívtam, volt egy olyan időszak, amikor két hónap gyakorlatilag, amikor semmilyen információt nem tudtam megszerezni, semmilyen levelezés nem történt, én hiába dörömböltem az ajtókon. Én feltételezem, hogy ez a hangfelvétel akkor készülhetett, és egyszerűen teljesen értelmet nyertek az elmúlt hónapok, hogy én miken mentem keresztül. Ennyi, de hát egyáltalán nem lepett meg. Szusszantam egyet, hogy jó, akkor tényleg az történt, amire én gondoltam. Ugye a Lenkei ház ügyében elég sokat hallottál magadról a helyi nyilvánosságban. Ez kicsit összefoglalod a hallgatóknak, hogy miről szólt ez az ügy? Ez több mint egy évvel ezelőtt kezdődött ez a projekt, és azt kell tudni róla, hogy ez a Lenkei ház, ami a mi főutcánkon van, ez egy saroképület, ez egy 130 négyzetméteres paraszház gyakorlatilag, ahol Lenkei tábornok született, de hát van egy ilyen eszmély értéke. Építészeti konvergál a nullához. És itt már több éve panasz volt, vagy hát ilyen közfelháborodás tárgya volt az, hogy ez az épület hogy néz ki, milyen romos, és valamit kellene kezdeni vele. Az igazság az, hogy a 19. október előtti fideszesére is foglalkozott az ügyjel, és felszerették volna valamilyen szinten újítani, de akkor Habis László polgármester 1,2 millió forintos négyzetméter áron nem vállalta,
és maradt ugyanolyan állapotban az épület, amilyenben volt, és utána átadták vagyonkezelésbe a Dobó István Vármúzeumnak, ami lényegében nem tudott vele mit csinálni. Hát forrás kellett volna hozzá, ott megint elvitte a választások ezt az egészet, és akkor Mirkóczki Ádám pedig felkarolta, hogy majd ő csinál vele valamit. Aztán sokáig ment ez a sztori, ugye a járvány elmosta ezeket a fontosabb témákat, és mindig jöttek valami információk, hogy ennyi forrás kellene rá, és ennyiből tudnák megoldani, de ez nincsen. Aztán volt itt egy-két évvel ezelőtt egy napelem park fejlesztési pályázat, ami, ha jól emlékszem, 1,2 milliárd forintos forrás jelentett, és volt egy közgyűlés, ami gyakorlatilag itt a többségi döntéssel lemondtak erről a napelem park fejlesztésről, és az ebből visszahulló forrásnak egy részét, 500 millió forintot költötték erre a Lenkei házra. Több topos fejlesztés benne volt ebben a pénzben, de hát lehet azt mondani, hogy visszaszerezték ezt a pénzt, de ez így önmagában így nem igaz. Ugye itt az energiaválság meg pont rámutatott arra, hogy rohadtul kellett volna ez a napelempark fejlesztés, mert talán nem is mondom, hogy az egész árát visszahozta volna, hogy az összes városi intézmény erről használta volna fel az energiát. Ezt így arrébb dobták, mondván, hogy nincsen rá forrás, meg nem tudnak önerőt fizetni belőle, és ebből lett egy iszonyatos módon túlárazott Lenkei ház felújítás, ami 3,5 millió forint per négyzetméter volt. Erre mindig az volt a narratíva, hogy jó, hát műemlék, meg hogy mindig drágábba kerül, meg bla bla bla, ezek a beruházások mindig drágábbak. Hát igen, amikor valamit háromszorosan vagy 115-szörösen árasznak be, és komolyan a leglaikusabb egrének is bűzlik az, hogy fú, ez tényleg nagyon drágába kerül, és vajon mit csinálnak itt 500 millió forintból, akkor én elkezdtem ezzel az üggyel foglalkozni, és elkezdtem a közérdekű adatokat kikérni, ami hát nagyon nem akartak jönni. Először a Dobó István Vármúzeumhoz fordultam, mint konzorcium vezető, ők elkezdték dobálni a forró krumplit, hogy ezek az adatok az önkormányzatnál vannak, az önkormányzat visszahajította a forró krumplit a Vármúzeumhoz, gyakorlatilag elkezdte kiadni adatokat, de pont nem azokat, amikből meg lehetne tudni akármit is, de hát elküldtek egy árazatlan költségvetést, és arra hivatkoztak, hogy az árazott költségvetés üzleti titok. Lényegében innentől beszélhetünk ilyen eléggé nyilvános dologról, mert hát azért tök furcsa, hogy Egernek van egy ilyen Budapest-Belgrád titkosított valami, egy ilyen Lenkei házba bepasszírozva, és én hiába kértem ezeket az adatokat, és dobálóztam mindenféle törvénnyel, hogy uniós forrásokból nem lehet, nincsen üzleti titok egyszerűen, de hát ez közpénznek számít. Húzták az időt mindenféle bírósági eljárással és fellebbezésekkel, és summa summarum semmilyen üzleti titkot nem tudtak bizonyítani érdemben. Volt egy ügyvéd, aki csak az egyik bírósági tárgyalásért 250 000 forintot kapott azért, hogy elmondja a hülyeségeit a bíróságon, és utána még rátegyünk az egészre 3 hetet, mire én megkapom azt, amit kértem. De most úgy látszik, hogy ez az ügy félig meddig véget ért, ugyanis az építési költség, ami nevezetesen 360 millió forint, ezt most már teljes egészében, így 9 hónap után látjuk, hogy mi mennyibe került, és további 115 millió forint, amik megbízási szerződések, azokat még mindig titkolják, vagy még mindig tagadják, de hát ez a sztori ezzel fog folytatódni. Beszéltetek személyesen Mirkóczki Ádámmal azóta, hogy bejelentetted az indulásod, illetve kiszivárgott a felvétel? Nem, én, ha jól emlékszem, 2021-ben beszéltünk utoljára, és így az egész életünk során talán 2-szer beszéltünk telefonon. Nyilván itt az évek elején, vagy 19 után én nem ilyen minőségben álltam vele szemben, hanem mint közélettel foglalkozó, mint közíró, és próbáltam mindig elérni. Hát ez nem nagyon sikerült, és így. Hát volt egy olyan jelenség, igen, ezt még elfelejtettem mondani, hogy írtam egy cikket a mostani aljegyzőjével kapcsolatban, aki elég érdekes közéleti figura, és arról írtam, hogy lényegében mindenféle beruházást és fejlesztést, és elég nagy dolgokat, amik az önkormányzati hatáskörben vannak, azt itt a polgármesteri iroda alá, az aljegyző hatásköré alá rendeltek, és itt teljes felháborodás volt, hogy én valamiféle, hogy mondjam,
hát a kettős mércét nem alkalmazva valamiféle gyanús dolgot észrevettem, amit próbáltam felhívni a figyelmet, hogy ez a szervezeti működés nem biztos, hogy a jövőben a legjobb lesz. És a rákövetkező közgyűlésen konkrétan az én cikkemről volt szó talán fél óráig, egy óráig, de hát nagyon vicces volt ez a történet. Hát itt Mirkóczi Ádám szerintem meglepődött, hogy egy úgymond nem kormánypárti, vagy nem a kormány által pénzelt hírportálon valaki nem csak ilyen kormánykritikus hangokat üt meg, hanem úgymond még akkor az ellenzékhez tartozó polgármester dolgaira is rávilágít. Na, lényegében én onnantól vagyok valamiféle közellenség, és hát ez engem így inspirál, de hát az igazság az így eléggé inspiráló, és nem nagyon érdekel, hogy ez most bal jobb, amúgy is hagyjuk ezeket a nem tudom, fals ideológiákat, itt nem erről van szó. Az igazi törésvonalak szerintem itt a közpénzhez való viszonyon mérhetőek le, és sokszor ezt vizsgáltam, és hát hoztam olyan ügyeket rendre így az elmúlt évek alatt, amik rámutattak erre, és hát nekik ez nem nagyon tetszik értelemszerűen. Milyen kimenetelt jósolsz a választáson? Mi az az eredmény, amivel elégedett lennél? A legjobb eredmény az lenne, hogyha mindenki visszalépne a javamra, még mondjuk holnap vagy holnap után ennyi időt adok, és utána elkezdhetnénk dolgozni normálisan egy új önkormányzaton. Most így viccet vagy nem viccet félretéve, hogy mondjam, arra nagyon számítok természetesen, hogy az egyéni körzetemet magabiztosan nyerem. Tehát senki se tudja tényleg megmondani, hogy itt június 9-én milyen eredmény várható. De hát az, hogy és utána a rákövetkező 4 hónapban mi történik, és az, hogy az októbertől az új képviselők felveszik a mandátumokat, jelenleg annyi lista és annyi jelölt van, hogy senkinek nem lesz többsége. Én ezt szeretném a választóknak is kommunikálni, hogy ez a Fidesz és mások által hirdetett béke, rend meg fejlődés, hát ez nem fog eljönni, vagy ez erre nem lehet nagyon várni. A pénz leginkább akkor lesz, hogyha azt nem lopják el, meg megszüntetjük a meghívásos tendereket. És hát azért ne felejtsük el, hogy az Unió az már nem... Ezt a tücsök életünket a hangya népek nem finanszírozzák tovább, de hát hiába, hogy a Fideszes sugallja, de Mirkóczi Ádám meg azt mondja, hogy folytatja az elkezdett munkát, és erre kér bizalmat, ezt nem tudjuk hova tenni, hogy milyen elkezdett munkát akar folytatni, lehet, hogy a következő 5 évben kiderül. Tehát tényleg annyian vannak, és tényleg olyan sok kimenetű lehet ez a dolog, az biztos, hogy nagyon kevés százalékon fog múlni, akár az én javamra, akár más javára. Mi abban a szellemben megyünk, hogy szeretnénk megnyerni, de hát gondolom, talán mindenki ebben a szellemben kampányol. Valami újat próbálunk ki, tehát ahogy a 22 hajdóhegyi időközi választáson igyekeztem egy aféle harmadik utas alternatívát kínálni itt a NER-en kívüli világból, úgy most is ez az üzenet, de hát hogy nem ez az elcsontosodott vagy becsontosodott pártrendszer, meg ez a pártstruktúra, úgy látszik, hogy elkezdett sorvadni, helyi alapszervezetek bomlanak fel, tűnnek el ilyen minipártok, és most hát úgy látszik, hogy a káoszt látjuk egyelőre, és nem találjuk azt a helyes utat, amiben kapaszkodhatnánk. De hát ez egy átmenet, amiben az a lényeg, hogy eljuttassuk azt az üzenetet a választók felé, hogy igenis vannak olyan emberek, akik nem ebben a világban nevelkedtek, akik mögött nincsen dinasztia, nincsen érdekeltség, hanem egyszerűen van bennük egy közszolgáltatói késztetés, hogy tegyenek valamit a városokért és az itt lakókért. Amennyiben a te csapatodnak sem lenne többsége a közgyűlésben, viszont mondjuk te lennél a mérleg nyelve, akkor kivel lennél hajlandó együttműködni? Hát szokták erre mondani, hogy ügyek mentén szeretnénk politizálni. Ez lényegében igaz is, de hát ha azt látom valakin, hogy tényleg foglalkozik dolgokkal, és érdemben dolgozik, és nem az a lényeg, hogy különböző átcivil egyesületekbe vagy sportegyesületekbe kiszervezze a lóvét, meg az üzleti érdekkörét helyezze előnybe, meg ezt a kiárós, lobbista képviselő attitűdöt elfelejti, hogy már pedig ő majd akkor fogja megszavazni az én indítványomat, ha ő megkapja ezt a járda felújítást, de hát ezt el kell felejteni.
Tehát itt eltűnik az igazi fejlesztéspolitika, ez jellemezte az elmúlt 5 évet is, tehát gyakorlatilag akik simultak a mostani polgármesterhez és minden elvüket feladták, azok most így a kampány égisze alatt kapnak járdafelújításokat, meg zebrákat, meg kátyúzásokat, meg ilyeneket. Én szerintem ezt az egriek tökéletesen átlátják, hogy mi történik, nem szabad és nem lehet ezekről tovább hazudni, és én úgy gondolom, hogy nem marad más hátra, mint egy őszinte politizálás. Októbertől el fogna tűnni ezek a pártszínezetek. Nem ez lesz a lényeg. Ezt a választó egy ilyen rendszerben az elmúlt 14 év után tudni fogja, hogy ki hazudik, ki az, akiben meg lehet bízni, és ki az, aki érdemben foglalkozik. Tehát így azt mondom, hogy így. Tehát többséget kell teremteni annak érdekében, hogy jó dolgok szülessenek, és ezeket az elmúlt gyakorlatokat az elmúlt 14 évből, vagy akár 30 évből ezeket rohadtul el kell felejteni. Milyen akciókat terveztek a kampányból hátralévő időszakban? Pont holnap lesz egy ilyen szabadtéri fórum, ahova Gergő is eljön, és lényegében ilyen kötetlen beszélgetést csinálunk, ott remélhetőleg eljönnek sokan, és tudunk beszélgetni a városról, önkormányzatiságról, fejlesztésekről, közösségépítésről. Szeretnénk ezt úgymond nem olyan komolyan, de hát jó kedvel főzünk is, iszogatunk is, egy kicsit itt az aláírás gyűjtésnek a hajráit, meg ezt a nagyon kemény 2-3 hetet kicsit szusszanunk egyet, aztán ugye... Igen, tegyük hozzá, hogy mire az adásba megy, addigra ez már lezajlott, tehát holnap a felvételhez képest. Igen, de tervezünk még ilyeneket, én szeretnék a saját egyéni körzetemben is ilyen összejöveteleket csinálni. Én nagyon annak a híve vagyok, hogy a legjobb, amit tehet egy képviselő, hogy szemben áll a választóval, szemben áll a lakóval, és ő kérdez, és a lehető legjobb tudomásom szerint válaszolok rá, és elmondom, hogy mit szeretnék kezdeni azzal a bizalommal, hogyha a szavazat átadja. Lényegében ennyiről van szó. Próbálunk ilyen nagy happeningeket, vagy nem tudom, nem ez a lényeg. Szeretnénk minél többet lenni az utcán, tervezünk gyerekeknek ilyen szórakozás központú, oktatási, közlekedési eseményeket, akár még ilyen több főzős eseményt, és leginkább az, hogy a minden égisze aladdát, így a részvételiségnek az égisze aladdát. Megkérdezzük, hogy mit látnak a legfőbb problémának, hogyan priorizálnák ezeket a fejlesztéseket. Nálunk nagy téma azért az autós, illetve a közösségi közlekedés, és rengeteg probléma van vele. De tényleg sok mindenről lehet itt beszélni, Egerben turizmusról, kultúráról, nagyon sok mindenben hiányt szenvedünk, és nagyon sokat kellene foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Amikről nem szeretnénk beszélni, az például a 90 milliárd forintba kerülő nem létező elkerülőút, ami valószínű senkinek a problémáját nem oldaná meg, de néhány a környezet pusztításon nyerészkedő üzleti érdekeltség jól járna vele. Hát ilyenekkel nem akarunk foglalkozni. Köszi szépen, akkor sok sikert a kampány további részéhez és majd a választáshoz. Köszönöm szépen. Sziasztok!